A Magyar Írószövetség szerint Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza megünneplésére, mert írói életműve mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen teljesítménye. Jókai regényíróként is máig hozzájárul a magyar történelmi önismerethez és identitás megőrzéséhez. Emellett ő volt az első modern értelemben vett hivatásos prózaíró, aki ebből élt. Az egész életművében igyekezett a történelmi hátterét, a történelmi valóságát, a nagy történeteit és a nagy karaktereit megrajzolni a magyarságnak, ezen belül a székelységnek is. A Magyar Szép Próza napján viszont nem csak Jókai Mór munkássága előtt tiszteleg a nemzet, a magyar prózaírást is élteti. Vedd ezt is számba, Istenem! Aztán sétáltunk, bujócskáztunk. Bálint Márta, Kossuth Díjas színművész, Jókai Anna, Én szegény sudár Anna című regénye alapján készült műsorából mutatott be részleteket a könyvtár közönségének, de szó esett a nagy elődök nyomán a jelen magyar prózairodalmáról és a jövőről is. Mindannyiunkon múlik ez a tovább, hogy megkeressük, megtaláljuk egyrészt azokat az irodalmi műveket, amelyek magyar nyelven születtek és megszólítanak minket, másrészt, hogy megszülessenek ezek a művek, tehát az íróknak is, hogy legyen egzisztenciájuk. A Magyar Szép Próza napját a Magyar Írószövetség kezdeményezésére az idei évtől február 18-án Jókai Mór születésnapján ünnepli az ország. Jókai Mór egyike volt a márciusi ifjaknak, őt nevezték a nagy magyar mesemondónak, aki a romantika szülötteként mégis realisztikusan ábrázolta az akkori társadalmi viszonyokat regényeiben.